És ott van, srácok! 7 darab item, és mégis abból csak 4 fejlesztőpont és 3 új karakter. Nem tudom ki az, aki már látott ilyet, de az biztos, hogy nem sokan. Mizusoshi Jopi! Mizusoshi! Mizuka! Mizusoshi! Na szóval, sziasztok srácok, én Hunter vagyok, és a mai videóban megint csak egy nagyon király kis ládanyitós összevágást, montást fogtok látni az egyik múlt héten történő ládanyitós élő adásomból. Rengeteg nagyon király nyitás volt, szóval jó szórakozást hozzá! Szóval azért lesz itt pár dolog, srácok, viszont mielőtt még bármit csinálnánk, én amondó vagyok, hogy klémeljük be a King Lou skint, neki ott is van, srácok. A játék talán egyik legmenőbb skinje, azt kell, hogy mondjam. Na, egy big box itt lesz fönt is, így kezdésnek, és egyből villog is benne az item, ugyanis itt meg ő egy dologra sem tud fejlesztő pontot kapni, tehát egyből a egy dolog van ott, az már villog. Na, srácok, nézzük is meg, hogy esetleg itt is valami meglepetésbe futnánk, ugye a legutóbbi live-on nyitottuk itt ki neki már idén Byront. Úgyhogy nézzük meg, srácok, hogy esetlegesen történik-e egyből az első big boxból megint valami csoda, vagy nyitunk neki egy gadgetet, vagy egy star power-t. És nyitunk neki egy star power-t, ami ahhoz képest amúgy nem rossz szerintem, Pennyre egy star power. Ez egy jó star power, srácok, ez a Balls of Fire, ez egy hasznos star power, hogy egyből az első big boxból szerintem nem lehet rá panasz. Nem lehet rá semmiféleképpen panasz, hogyha engem kérdeztek. De akár jelenthetne új brawlert is, de sajnos nem jelent új brawlert, hanem Crow-ra jelent egy star power-t, ami szintén nagyon jó. Kérdés, ha megint megpöckölöm a ládát, akkor kipöckölődik-e belőle egy új karakter? Pöckölöm, és nem! Aki még esetleg nincs feliratkozva és úgy néz, azt nagyon-nagyon szépen megköszönöm, hogyha szeretnétek később is ilyen érdekességes ládanyítós, illetve egyéb tartalmakat látni, akkor tényleg csak egy gombnyomás, feliratkoztok, hatalmas segítség, tényleg srácok, nagyon-nagyon szépen köszönöm minden egyes embernek, aki feliratkozik, úgyhogy nézzük is meg, srácok, Byron hiányzik, illetve mind az 5 legendary neki. 3 darab dolog, ez még nem jelent semmit, itt ugye akkor rendesen nézni kell, hogy kevés legyen a coin, és most kevés is a coin, srácok, és egyből be is adja, és dropra fogom most nyitni, srácok, nézzük is meg, BUM, és ott is van! Mizu! BUM! Ott is van, srácok, dropra nyitás Timinél, az első villogó itemes láda, már is adja a karaktert, és megint csak egy Byron, mint az előző streamben első karakterként a tesómnál. Most Timinél, srácok. És hát most is nyitunk valamit a big boxból, ráadásul valószínűleg ez egy karakter lesz, méghozzá egy Poco bizony, ott is van a rare karakter, de akár valami ritkábbat is nyithatnánk nyilvánvalóan. És bizony, srácok, ez nem is egy rare karakter, hanem már az első super rare karakter, aki pedig nem lenne más, mint Rico, ahogy látjátok, és közben egy bogár természetesen mászik a falon. Nézzük, mit ficcent be, jön a rare, jön a super rare, vagy esetleg egy nagyon, epic már nagyon jó lenne. Epic már mindenképpen nagyon jó lenne, de várható volt, hogy azért Primo fog kipörögni, ezért is akartam, hogy minél hamarabb pörögjön ki Primo, hogy innentől kezdve már bízhassunk abban, hogy a későbbi ládák már ugye minimum super rare-t adnak be. Úgyhogy nézzük is meg, srácok, hogy mi lesz a következő karakterünk. És bizony egy újabb super rare jön. Azért bíztam benne, hogy jönni fog legalább egy epic, de ez nem történt meg. Na de, mivel most már nem lehet rare karakter, egyből nyomással nézzük meg, hogy 7 itemet ad be, és ebben már nem lehet rare karakter. Mizu, srácok, ott is van az első 7 item a mai napon, ami szintén nem maradhat el, ugyanis hát... A múltkori live-ban, meg az előtte levő live-ban is szerintem ilyen 3 vagy 4 hét itemet biztosan nyitottunk, lehet, hogy 5-öt is. Mind a kettőbe külön-külön. Úgyhogy most ez sem annyira nagyon ritka, de azért mégiscsak örülni kell neki, azt kell, hogy mondjam, srácok. Úgyhogy nézzük meg, hogy ki lesz ebben a ládában, illetve kik lesznek ebben a ládában. 7 item is 3-nál villog? 3 új karakter lesz a 7 itemes ládában? Mi történik, srácok? Ez olyan, mintha beadta volna egy 5 itemes, vagy egy 6 itemesben lenne 2 villogó, igaz? Mi a fácán? Azaz! Ez mi? Mi ez? Mi ez, srácok? 7 item, oké.
két dolog villog, rohadt jó, de nem három szokott villogni. Gecsit nem lehet benne elvileg, mert nagyon kis karakter. GG! Hát akkor ez egy 8 itemnek felel meg, úgymond. Bizony három villog, srácok. Viszont most nem maradt más hátra, mint hogy nézzük meg, hogy mi lesz a ládában. Az első dolog, ami egy super rare karakter, ugye várható módon Karl. Rare-nál nem hiányzik neki, viszont egy kis karakter, úgyhogy lehet benne még akár két super rare, vagy lehet benne még a hátra lévő itemek között epic is, mythic is, vagy akár legendary is, vagy chromatic brawler, ugye van epic, mythic és legendary drop rate-tel is. Elérhető jelenleg a játékban különböző kromatikok. Hogy nézzük meg, srácok, hogy a három villogó itemből ki lesz a második, ez pedig még egy szuperrel karakter, Jackie. Ott is van, srácok, ott is van, ez eddig nem rossz, viszont azért nagyon jó lenne, hogyha nem még egy szuperrel karaktert látnánk kipörögni. Minimum egy epic, srácok, minimum egy epiket akarok látni, de ha írjátok a chatre, hogy hashtag leve és biztatok, akkor lehet, hogy beadja a legend, mert itt mit szóltok hozzá, srácok. Lehet, hogy beadja a Legendary-t, jó? Nem fogom nézni, hogy mi az utolsó item. Nem szeretném, szeretném látni, de azt akarom, hogy meglepetés érjen. Úgyhogy azt fogom csinálni, srácok, hogy most nem fordulok el, csak így nem, tehát így lehajolok majd az asztal alá, és nem fogom látni, hogy mi van benne, és utána még fölkelek, és meglátjuk, srácok, hogy történik esetleg valami csoda. Úgyhogy, srácok, én lehajolok, nem fog beszélni, csak megnyomom a képernyőt, és aztán egyszer csak feljövök. És ott van, srácok! Micsoda taktika! Nem elfordulás, csak lehajolás! Srácok, ott is van! Nem lega, de szerintem ennyi kupán egy mitik és hatalmas, még epikje sincs a gyereknek! És ott van egy mitik karakter, Mr. P! Ez ráadásul nem egy nagy karakter bizony. Három karakter egy ládában, ami nem 8 item, hanem 7, megszámolhatjátok. Ugye, ott van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valóban, srácok. 7 darab item, és mégis abból csak 4 fejlesztőpont és 3 új karakter. Nem tudom, ki az, aki már látott ilyet, de az biztos, hogy nem sokan. Srácok, mekkora nyitás, és még csak az elején tartunk, és még rengeteg minden lesz ma. Mert itt is simán nagy élményekbe lehet részünk, például nyithatunk egy Derilt, a srácnak az első super rare karakterét, úgyhogy GG, erről is van szó. Hatodik item az nem lehet más, mint egy karakter, ami várhatóan a maradék egy hiányzó rare karakterünk, El Primo. Meg is nyomom, srácok, a ládát, látjátok már, hogy hány itemes, nyomok rá egyet, nyomok rá kettőt, nyomok rá hármat, nyomok rá négyet. Egy ötödiket is nyomok, esetleg most megnyomom a ládát még egyszer, hát ha esetleg ott pörög benne valami érdekes dolog, karakter, vagy bevillant, más nem tud nagyon bevillanni, esetleg egy token duplázó, és ott van, srácok! Első elfordulásuk a mai napon, illetve volt egy ilyen lehajolás is, ami olyasmi volt, az is beadta, és ez is beadta, srácok! Erről van szó! Miről beszélünk, srácok? Miről beszélünk? Ott is van az újabb super rare karakter, Penny, megint csak elfordulással új karakter. Illetve a többiek közül meg szinte mindenki, úgyis azért erre sem mondanám azt, hogy nagy karakter, de az első ládában ott a Piper, aki egy epic. Mi van, Sosi Jopi kód? Mi van, Sosi Jopi karakter? Most ebben nem akarok annyira részletesen belemenni, ez a videó, vagy ez a stream most nem erről szól, de még egy epic ott van! Mizu Sosi Jopi! Mizu Sosi! Mizuka! Mizu Sosi! Valamikor meg ilyen 30 valahány sem adja meg mindig, ugye 35 alatt garantált, és megint, srácok! Ott pörög a Super Rare karakter, az első Super Rare-je a gyereknek, Karl, úgyhogy megint csak simán 68 coin volt a ládában, és simán beadja, srácok! Mi van itt? Mi van itt? Mit csinálunk, srácok? Nagyon megy ma, azt kell, hogy mondjam. És srácok, ott is van az újabb karakter, ott pörög a róza, ott pörög a rare karakter. Erről is van szó, srácok. Erről is van bizony szó. Kis suttogás, megnyugodás taktika, az mindig jó tud lenni. Főleg, ha egyből nyomjuk. Hoppá! Suttogás, megnyugodás taktika. Főleg, ha egyből nyomjuk, igaz? Igaz! Eddig ma egy 7 itemes megaboxunk volt, ez a második. Annyit mondanék, hogy abban a 7 itemes megaboxban 3 új karakter volt.
Hát ebben valószínűleg kettő lesz, tehát az azért, ez inkább ez egy közönséges hétegytemes megabox lesz. De hát ne csüggedjünk, hogy egy ládában csak két új karakter fog pörögni. Bár amúgy lehet már, lehet neki gadget és star power is, nem tudom. Nézzük meg! Lehet! Lehet, bizony ott is van egy gadget, ami nagyon jó gadget Brockra, de még jobb lenne, ha ezután már egy karakter pörögne. Úgyhogy nézzük is meg, srácok, dropra. Ne! Az annyira még nem nagy karakter, hogy két gadget jön egy ládából, és 400 token duplázó, illetve két egész jó gadget, főleg a Brocké. Úgyhogy annyira nem mondanám azért rossznak. Nézzük meg, srácok. Nézzük meg, hogy esetleg pörög az új karakter. Megint dropra nézzük. És ott is van! Még hozzá egy Chromatic Brawler, Colette! Nincs még Chromaticja, hát ott van! GG! Erről is van szó! Jó lenne, srácok, mára a Legendary. Nem nyitottunk még ma legát, sok mindent nyitottunk ma már. Sok Mythicet, Chromaticot, Epicet, Rare-t, Super-t, minden, de ott is van az újabb Colette! Brawlboxból! Mizu! Mi a fácán? GG! G a G mellett, srácok! G simul a G-hez. G megfogja a G kezét. És akkor inkább nem mondjak durván verziókat. Elképesztő mennyiségű láda lesz. Még itt a hátralevő részében is a fióknak, és... Ott is van Byron! Nincs gadget, nincs star power, van még egy karakter! Ott is van Byron, srácok, ma már másodjára nyitjuk ki! Mizu! G to the G, G simul a G-hez, megint csak, srácok! Nézzük, hogy ennyire egyszerűen ki fog-e pörögni a Legendary is a ládából, és nem, viszont ennyire egyszerűen kipörög egy ilyen hasznos gadget, ugyanis ez talán most a legópébb gadget a játékban, azt kell, hogy mondjam. Viszont egy kicsit várjunk, hát ha nem karakter van most ott, nem pörögne a karakter, és meggondolja magát a játék, mutatnám, hogy a gyűrűs ujjammal fogom nyitni, hát ha meggondolja magát. Menjen, nincs ebbe a zenébe drop, úgyhogy nyissuk is ki a ládát! És a Star Power jön megint csak a másik gyűrűs ujjammal, viszont nem panaszkodok egyáltalán annyira azért, ugyanis ez is egy jó Star Power. Úristen, kemény 3000 kupán azért, úgyhogy ott is az első ládából! A Frank! Mizu! Hát, hogyha ilyen szerencsé van a gyereknek, akkor nem csodálom, hogy már csak ennyi karakter hiányzik. Ne aggódjatok! Ott fog pörögni a Lega. És ott is van a karakter! Nem Lega ugyan, de nem baj! Ott van a Mortis! G to the G! Egyszerűen nem hagyhatom ott a fiókot, úgyhogy nem nyitom ki egyszerűen az új brawlert neki. Utolsó láda egyébként a streamben, azt el kell árulnom. Úgyhogy nézzük meg. Elfordok megint. Megnyomtam, forgok. És ott van, srácok, az Epic Brawler. Ott van a Pema végére, ami ennyi kupán rohadt jónak mondható. Edgar után az első Epic, akit ténylegesen kinyit, mert ugye Edgart nyilván beklémelte. Ott is az első epic nyitás ezen a fiókon, nyilvánvalóan. Pam, srácok! G to the G! Erről is van szó kis karakteren, ami nagyon hasznos ennyi kupán azért egy Pam. Úgyhogy ez is jónak mondható így a végére. Jól éreztem magam, remélem, hogy ti is, srácok, mindenki, aki jól érezte magát, ajánlja be a csatornát esetleg egy haverjának majd a stream után, hogyha esetleg úgy mondjuk nem ismer engem, és mondjátok, srácok, minél több mindenkinek a suliba, vagy itt-ott, hogy érdemes Huntert nézni, mert tök jó videókat csinál. És vagy streameket, hogyha így gondoljátok, nyilvánvalóan. Nagyon szépen köszönöm, srácok, mindenkinek a támogatást. Úgyhogy durva volt, srácok, úgyhogy még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok. Találkozunk legközelebb is. Várlak visszatéket. Hunter voltam. Ciao. Szevasztok, srácok.